Megtörtént a szimbolikus kulcsátadás, ezt követően pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai birtokba is vették szolgálati helyeiket. Feladatuk az lesz, hogy fogadják a szállítmányozó ügyfeleket és vám eljárás alá vonják a terminálra beérkező árukat. A vámudvar ebben a raktárban a tranzitszállítmányok állandó vámfelügyeletét is biztosítja. Tálosi János vezérigazgató elmondta, a beruházás és az együttműködés a maga nemében egyedülállónak számít a kontinensen. Itt a széles nyomtáv jelen van a terminálon, tehát olyan vámudvar, ahol nem csak a normál, hanem a széles nyomtáv is bejön a vámudvarra, tehát univerzálisan lehet kiszolgálni az ügyfeleket. Azért különleges, mert lehetőség nyílik vámterületen áruk tárolására, anélkül, hogy azután a köztereket ki kell fizetni, vagy pedig a vámkezelést lebonyolítani raktározás után bármikor, amikor az ügyfél ezt szeretné. A fényes titkei vámudvaron a Nemzeti Adó és Vámhivatal 15 munkatársa végzi majd nap mint nap a munkát. Vágóhelyi Ferenc, a hatóság vezetéséért felelős államtitkár szerint a terminál és az adóhatóság közös munkája hosszú távon Magyarország gazdasági érdekeit szolgálja, de fontos szerep hárul majd a központnak a háború sújtotta Ukrajna helyreállításában is. Volt egy olyan vállalkozói kör, aki hitt abba, hogy egy kaput lehet nyitni az országon, kockáztatott, beruházott a legmodernebb technológiákkal, és egy olyan volumenű beruházást tudott csinálni, ami érdemben befolyásolja azt, hogy kelet felé milyen árumozgást tud az ország elvégezni. Egy olyan országról beszélünk kelet felé, amit újjá kell majd építeni. És ebbe különösen fontos szerepe lehet egy ilyen, sőt lesz a vasúti termináljainknak, ennek a most átadottnak is, és ez mind Magyarországnak, mind pedig Ukrajnának nagyon fontos. Munkában a 40 tonnát is meghaladó óriás daruk, amelyeknek fedélzetén nincs ember. Egy körülbelül 50 méterre lévő központi irányítószobából irányítják a gépeket az 5G hálózat segítségével. Ez még a próbaüzem, de rövidesen élesben is pakolják majd a fél és egész pótkocsikat, valamint a hatalmas konténereket Kelet és Nyugat új vasúti csomópontján. Technikailag és jogi értelemben a terminál átadásra került, hiszen megvannak az engedélyei, lesz majd egy formális ünnepélyes átadás is, de egyébként a technológiai rendszereknek a próbája folyamatban van, és már érkezett vonat is, a saját 50 konténerünk érkezett meg a terminál területére. Itt van már 100 darab vasúti kocsink, tehát folyamatosan megy a üzemkezdetre való felkészülés, ahol bármikor megérkezhet az első vonat. Tálosi János hozzátette, az óriás terminál csaknem 130 állandó munkavállalót foglalkoztat majd. A különböző kiegészítő szolgáltatásokkal együtt pedig a központ nagyjából 400 új munkahelyet jelent a térség számára.